Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható egy özvegy asszony. Ez utalhat egy idősebb hölgyre. Ez lehet az anyukád is. De ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése is, hogy te magányosnak érzed magad, jelenleg egyedül vagy, vagy megvan ez a vágy, hogy egyedül légy, mert jelenleg visszahúzódsz. De ez az állapot elmúlik, hiszen itt látható a veszteség, és ez a veszteség eltávolítja ezt a magányt, ezt a szomorúságot, ezt az egyedüllétet. És itt látható a lelkész, aki esküszik erre, hogy javulni fog a helyzet. Amit a lelkész még jelenthet, olyan vallási témákat, vagy egy spirituális területet. Fontos a hited, erősíts most a hitedet. És akkor meg lesz ez az állandóság, egy tartós párkapcsolat például, vagy javul a helyzet, az anyagiakat, a munkát illetően, meg lesz a biztonság érzete. A házasság jelentheti azt, hogy belépsz egy stabil párkapcsolatba, és elmúlik ez a magány. Persze azt is jelentheti, ha anyagiakról, munkáról van szó, hogy lesz egy szerződés, vagy lesznek bizonyos szerződések. Te kapsz egy ajándékot, tehát vár rád egy kellemes meglepetés. Ez lehet egy házassági ajánlat is. A gyermek jelenteti a gyermekeket, egy kisbabának a születését, de utal egy új kezdetre is. Vagy jelentheti az ártatlanságot, a te ártatlanságodat, vagy az ő ártatlanságát. Te azért légy óvatos, mert a háttérben van ez a hamisság. Valaki féltékeny rád, vagy irigy rád. Különösen, ami az anyagi dolgokat illeti. Az anyagiak utalhatnak a munkahelyre is, és akkor ez a hamisság a munkahelyen van. Vagy nálad, vagy nála. Itt lesz egy fontos üzenet, ez összefüggésben áll a pénzügyi dolgokkal, vagy a munkahelyeddel, de azért légy óvatos, hiszen itt van a közelben ez a hamisság. Lehet, hogy valamit fizetned kell, és ez túl sok, vagy itt lesz egy nyeremény, pénz jön a házhoz, de valaki figyeli ezt, irigy rád, tudni akarja azt, hogy milyen helyzetben van, ami az anyagiakat illeti, vagy a munkádat illeti. Az is lehet, hogy a kártyák a lelki társadra vonatkoznak, és van még egy nő, egy ex a múltból, aki figyeli az ő anyagi helyzetét. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!